kormányzati rendelkezés alapján az orvosi ügyeleteket átszervezték a betegek és az egészségügyi dolgozók védelme érdekében. Az összevonás változásokat eredményezett a Hévízi Központi Orvosi Ügyelet működésében is. Szinte a legelsőként megtettük azokat a lépéseket, hogy a keszthelyi ügyeletet ellátó alapellátási intézet vezetőjével megkezdtük az egyeztetéseket és aztán ennek következtében múlt hét péntek 16 órától már megszűnt helyben a hévízi ügyelet, a betegeket a Keszthely Sopron utca 2 számolat látják el. Fontos, hogy panaszok esetén az ügyelet felkeresése előtt hívjuk a megszokott telefonszámot. Ezt követően a tünetek alapján a Dispatcher Központ a megfelelő helyre irányítja a telefonálót. Ha szükség van személyes vizsgálatra, azt a Keszthelyi Intézetben fogják elvégezni. Végezni. A házi orvosi rendelő épületének hátsó bejáratához tünetládákat is elhelyeztek, megkönnyítve a beteg orvos közti személyes találkozást mellőző kontaktot. Minden egyes orvoshoz egy láda tartozik, ezen telefonszám és elérhetőség megtalálható. A személyes kontaktokat szerettük volna ezzel is csökkenteni, így a betegek írásban tudnak fordulni orvosaikhoz, amiben a tüneteket leírják, vagy kéréseiket, esetleg beutalót, vagy olyan gyógyászati segédeszköznek a receptjét, amely jelenleg még erre esetleg nem felírható. Így ezt elhelyezik a ládákban, az asszisztensek ezeket rendszeresen ürítik, és kihelyezik azt, amire esetleg szüksége van a betegnek, vagy telefonon értesítik arról, hogy mi a teendője. Ezen kívül a házi orvosi, fogorvosi és gyermekorvosi ellátás a már korábban hozott korlátozó intézkedések alapján vehető igénybe, azaz rendelési időben a bentartózkodó orvosok telefonos egyeztetést követően hoznak döntést az ellátásról. Receptek továbbra is felirathatók telefonon, elrecept formájában.